Zöldellő. Április 30-áig még lehet jelentkezni a legszebb konyhakertek program megmérettetésére. Idén eddig 180 önkormányzat csatlakozott, a jelentkezési határidő nekik március 20-a volt, amit azonban meghosszabbítottak. A program kezdeményezője Kovács Szilvia, Karcag alpolgármestere azt mondta, a helyi zsűri augusztus közepéig kétszer járja be a kerteket, majd eldönti, hogy melyiket nevezi be az országos versenybe is, miután a kertek gazdái április 30-áig csatlakozhatnak a versenyhez. A végső értékelést az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron szeptemberben tartják. Az országos zsűri tagjai között ott lesznek a szaktárca és a szakmai szervezetek képviselői is. Kovács Szilviát, Karcag alpolgármesterét, a legszebb konyhakertek program ötletgazdáját hallják. Két határidő is van ugye a jelentkezéshez. Mi a különbség a két határidő között? Mit kell ezekről tudni? A két határidő között az a különbség, hogy március 20-áig, illetve jó szívünknek köszönhetően március végéig és még a napokban is a települések csatlakozása történik meg. Minden település eddig szándéknyilatkozatban jelezhette felénk, hogy ő 2015-ben meghirdeti helyben ezt a programot, és a legszebb konyhakertek verseny keretén belül a helyi nevezéseket április 30-áig gyűjthetik, és ezt követően kezdődik meg majd minden településen a kertek zsűrizése, a kertek bejárása. Azt nagyjából akkor elmondhatjuk, ugye, hogy a települések listája az helyjel közzel végleges, de a településeken belül, akik jelentkeznek, azoknak milyen eljárásra vagy milyen metódusra kell számítaniuk? Hogyan történik ott a jelentkezés, és hogyan kerülhetnek be ők a versenybe? Az ő dolguk nagyon egyszerű, hiszen a meghirdetésben találhatnak egy helyet, egy időpontot, amikor várják a jelentkezési lapok leadását tőlük. Ez általában minden településen egy népszerű pont, könyvtár, művelődési ház, az önkormányzat, falugazdász vagy üzletek, ahol tulajdonképpen sokan megfordulnak, itt várják a kertesektől a jelentkezési lapokat, és ezt követően a kertesnek a kertművelésen kívül persze, csak az a dolga, hogy várja a zsűri megérkezését. Ez körülbelül május 1-e, első hete után következhet be minden településen. Már ezt minden zsűri maga fogja eldönteni, de előtte mindenképpen a kertgazdát telefonon meg fogja keresni, és megbeszélik azt az időpontot, amikor a kertet megnézhetik és szemlézhetik a szép, gyönyörű, megművelt kerteket. Általánosságban milyen szempontok alapján történik a zsűrizés? A zsűrizésnek a legfontosabb szabály tulajdonképpen annyi, hogy lehetőleg bio-ökomódszerekkel gondozza mindenki a kertjét, minél több növényt, gyümölcsöt termesszen, minél gazdagabb flórája legyen egy kertnek, hiszen akkor gazdag, akkor szép egy kert. Lehetőleg gyommentesen, szakszerűen, egészséges zöldséget és gyümölcsöt termeljen ez a kertgazda. Ha szerves tápanyag utánpótlással gondoskodik a tápanyag utánpótlásról, akkor ezt erőnyben részesítik. Szintén előnyt élvez, hogyha valaki esővízzel öntöz, illetve az év fő vonulata és az év fő témája a gyógynövények, fűszernövények jelenléte a kertekben. Persze ez nem szabály, de hogyha valakinek sok gyógynövény és fűszernövénye van, ez pluszpontot fog érni, mint ahogyan tavaly pluszpontot ért a madárbarát kert. Ezt még az idén is nézzük, ezek is pluszpontokat érnek. Én úgy gondolom, hogy ezek mind olyan szabályok, amik eleve adottak egy kertben, és igazság szerint szinte mindenki pluszpontról indul, és bizony ezáltal az űrnek mindig nagyon nehéz dolga van, hiszen gyönyörű, szakszerűen és nagyon nagy szeretettel megművelt kerteket látnak. A végső értékelés az mikor és hol történik majd, illetve mire számíthatnak azok, akik a legjobban szerepelnek? A végső értékelést augusztus végére terveztük, ekkorra kell minden településnek beküldenie az országos díjra való jelölést. Ezt a helyi első helyezettek közül tehetik meg. A helyi eredményhirdetést követően eldöntik, hogy kik azok, akiket országos díjra jelölnek. Ezt követően az országos zsűri a beküldött értékelőlapok és a hozzácsatolt fotók alapján eldönti, hogy kik azok, akik megkapják 2015-ben Magyarország legszebb konyhakertje díjat.
Itt csak családi házakkal, illetve családi házak kertjével lehet jelentkezni, vagy más opció is van? Nem, hét kategóriánk van, van balkon kategóriánk, hiszen valakinek emeletes házban nincs más lehetősége kertészkedni, illetve ott vannak a zárt kertek, akik nagyon fontos szerepet töltenek be, hiszen rengeteg zárt kert van Magyarországon, és sajnos ezeknek túlnyomó többségét nem művelik elhagyatott gazos, és szeretnénk ezeket minél hamarabb és minél nagyobb számban művelés alá vonni. Tehát ők is szép számmal jelentkeznek, és várjuk is, hogy jelentkezzenek. Ezt három kategóriában tehetik meg, zárt kert zöldséges, zárt kert gyümölcsös, és a harmadik a zárt kert vegyes kategória. Emellett azonban a közösségi kategóriáról sem szabad megfeledkeznünk, hiszen nagyon sok közösség műveli a kertet, óvodák, iskolák, önkormányzatok, egyéb más szervezetek, civil szervezetek, egyesületek, lakóközösségek, és bizony ők is nagyon sokszor zárt kertet művelnek, úgyhogy tulajdonképpen itt a legkisebb kerttől a legnagyobb kertekig mindenki megméretteti tudását, gyönyörű kertjét. A kezdeményezés ugye 2012-ben, tehát évekkel ezelőtt indult, ön volt az ötletgazdája. Mi volt az eredeti célkitűzés? Milyen tervek mentén indult el ez a kezdeményezés? Az eredeti célkitűzésem az volt, hogy minél több udvaron legyen konyhakert, aztán ez kiszélesedett a balkonra és a zárt kertre, illetve a balkon megvolt az első évben is a kategóriák között, de nem jelentkezett rá senki, viszont a zárt kertesek bejelentkeztek, így született meg az a három kategória zárt kertben, amit az előbb már említettem. Tulajdonképpen én azt szeretném elérni ezzel, hogy mindenki, aki csak teheti, termelje meg magának az egészséges zöldséget, gyümölcsöt, és minél több termőterületet hasznosítsunk, és fordítsunk a magunk, családunk, barátaink hasznára. Minél kevesebb kert maradjon gazos, műveletlen, és hogyha valaki csak díszkertben gondolkodik, akkor ő is találja meg annak a csínyát, bínyát, fortélyát, módját, hogy becsempészze a gyönyörű virágok és örökzöldek közé a zöldségeket és a gyümölcsöket, hiszen ezt is meg lehet tenni, és így még hasznosabb a kert, az udvar mindenki számára. 2012 óta eltelt ugye 3 év. Van-e valamilyen folyamat, azt tekintve, hogy mennyien jelentkeznek a megmérettetésre, növekedés, csökkenés, mennyire aktívak a jelentkezők? Hát abszolút aktivitásról tudok beszámolni. 2012-ben Karcagon 22 jelentkező volt, 2013-ban volt elsőként országosan meghirdetve a program, ekkor 60 település 939 kertje nevezett. Ez 2014-ben 128 település 1448 kertjét jelentette, és most az idén remélem, hogy egy robbanás lesz, hiszen a 220 település remélem, hogy akár 2500-nél is talán több kertje lesz majd versenyben. Van esetleg különbség abban, hogy mennyire aktívak az egyes területek Magyarországról? Tehát van olyan, aki mondjuk terület vagy megye, aki mondjuk minden évben aktív, vagy onnan jelentkeznek a legtöbben, van-e ilyen különbség? Igazság szerint tavaly, és talán az idén is Jászmegykun-Szolnok, Pest, Hajdú-Bihar megye volt a legaktívabb, de most az ebben az évben büszkén tudom elmondani, hogy most minden megye részt vett, hol több, hol kevesebb jelentkezéssel. Tavaly még csak 18 megyénk volt, most mind a 19 megye versenyben van. És az idei év szenzációja, több is van persze, természetesen van egy angol városunk, Plymouth, van két délvidéki városunk, Bácskaszútfalva és Temerin, illetve az Udvarhelyszéki Mezőgazdászok Egyesülete 20 udvarhelyszéki településsel csatlakoztak idén a programhoz, de bejövőben van még egy lengyel város, úgyhogy ebben az évben is nemzetközi vételre bélyesedtünk. És még egy különlegességről be tudok számolni. Kenderesi Mezőgazdasági Szakközépiskola a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozó mezőgazdasági szakközépiskolák között külön verseny szervezett, erre is szép számmal érkeztek, és még a mai napig is érkeznek jelentkezések, tehát a középiskolások most igen aktívan részt vesznek ebben a versenyben az idén. Vannak-e esetleg olyan tippek, amelyekkel egy picit segíteni tudunk a jelentkezőknek, hogy mire koncentráljanak, hogyha szeretnének minél előkelőbb helyen végezni a rangsorban? Hát igazság szerint szép egészséges zöldségek, gyümölcsök, ahogyan már említettem, komposztálás, szerves tápanyag utánpótlás, esővízzel locsolás, szép egészséges növények tartása. Itt jelentősége van a tájhonos fajtáknak,
hiszen csak úgy tudunk sikert elérni, hogyha nem a talajhoz, az éghajlatunkhoz idegen és kényes növényeket próbálunk megtermeszteni, hanem azokat, amik már évtizedek óta otthonosak abban a közegben. Én úgy gondolom, hogy ezeket sokkal szebben és hatékonyabban tudjuk termeszteni. És én azt szoktam erre mindig mondani, hogy igazán a kert mindig megmutatja azt, hogy ki milyen gonddal, milyen szeretettel műveli. Hogyha így tesszük, akkor csupa gyönyörű kert, és csupa gyönyörű egészséges zöldség és gyümölcs terem abban a kertben. Végezetül akkor ismételjük meg még egyszer, ugye még a határidő nem járt le, pontosan meddig és hogyan lehet jelentkezni azoknak, akik még esetleg szeretnének bekapcsolódni a programba. Azok a települések, akik még tulajdonképpen tárgyalásban vannak velünk, hiszen vannak egy páron, még a hét folyamán megtettik ezt a lépést, a szándéknyilatkozatokat elküldik és várjuk. Elküldhetik és várjuk ezeket. A helyi lakosok pedig figyeljék a helyi hirdetéseket, szórólapokat, újságokat, hiszen ott a jelentkezési lapot megtalálhatják, és a település központi pontjain jelentkezéseiket április 30-áig leadhatják, és én biztatok mindenkit arra, hogy minden kert szép, minden paraszti udvar szép, erre vagyunk kíváncsiak, és mindenki jelentkezzen, hajrá kertészkedni, mutassuk meg, mit tudunk. Hajrá akkor minden jelentkezőnek, Kovács Szilviát, Karcag alpolgármesterét, a Legszebb Konyhakertek program ötletgazdáját hallották. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.